A technológia világában ritkán fordul elő, hogy egy évtizedekkel ezelőtt leírt gondolat hirtelen aktuálisabbá válik, mint valaha. Még ritkább, hogy ennek a gondolatnak a szerzőjétől éppen most kelljen elbúcsúznunk. 2025. szeptemberében, 93 éves korában elhunyt John Searle, az a filozófus, akinek leghíresebb gondolatkísérlete ma a mesterséges intelligencia korában kísérteties pontossággal írja le a legnagyobb kérdést, amivel szembe kell néznünk. Searle nem egy mérnök volt, aki kódsorokat írt vagy szilíciumlapkákat tervezett. Ő a Berkeley Egyetem professzoraként az elme, a nyelv és a tudat rejtelmeit kutatta. Munkássága arra irányult, hogy megértse, mitől lesznek a szavak többek, mint puszta hangok, és hogyan képes az agyunkban lévő másfél kilónyi szürkeállomány jelentést, szándékot és tudatosságot létrehozni. És éppen ez a kutatás vezette előt ahhoz a kérdéshez, amely ma a Silicium Valley legdrágább irodáiban és a világ legnagyobb adatközpontjaiban is visszhangzik. Vajon egy gép képes lehet valóban gondolkodni? A kérdés megválaszolásához Searle 1980-ban egy zseniálisan egyszerű, mégis elképesztően mély eszközt alkotott. Ez a híres kínai szoba nevű gondolatkísérlet. A kísérlet lényege nem igényel laboratóriumot vagy szuperszámítógépet, csupán a gondolatainkat. A helyszín egy teljesen zárt szoba. Ebben a szobában egyetlen ember ül, aki kizárólag angolul beszél, és egyetlen szót sem ért kínaiul. A kínai írásjegyek számára nem jelentenek többet, mint absztrakt, semmitmondó firkákat. Az illető kap egy hatalmas, angol nyelvű szabálykönyvet, ami a programot testesíti meg. Emellett rendelkezésére áll egy nagy kosár, tele mindenféle kínai írásjeggyel. A szoba ajtaján van egy kis nyílás. Ezen a nyíláson keresztül a külvilágból anyanyelvi kínai beszélők csúsztatnak be papírlapokat, amelyeken kínaiul írt kérdések vannak. A szobában ülő személy feladata, hogy fogja ezeket a számára értelmezhetetlen szimbólumhalmazokat, és a szabálykönyv segítségével válaszoljon rájuk. A szabálykönyv rendkívül részletes. Nem a jelentésre koncentrál, hanem kizárólag a formára, a szimbólumok alakjára. Az utasítások valahogy így szólnak. Ha egy ilyen alakú szimbólumot látsz egy ilyen alakú mellett, akkor keress a kosárból egy harmadik, teljesen más formájú szimbólumot, és tedd azt a válaszlapra. A személy aprólékos munkával, a szabályokat betűről betűre követve összeállítja a válaszát anélkül, hogy a legcsekélyebb fogalma is lenne arról, hogy miről szól a kérdés, és mit jelent a válasz, amit éppen létrehoz. Lehet, hogy egy versről társalog, lehet, hogy az időjárásról, vagy éppen egy bonyolult filozófiai problémáról. Számára mindez csak szimbólumok mechanikus tologatása. Miután elkészült, a kínai írásjegyekkel teleírt lapot kicsúsztatja a nyíláson. A kint várakozó kínaiak elolvassák és teljesen le vannak nyűgözve. A válaszok tökéletesek, nyelvtanilag helyesek, relevánsak és intelligensek. Számukra a szoba egy olyan entitással kommunikál, amely tökéletesen ért és beszél kínaiul. A szoba mint rendszer sikeresen átment a Turing-teszten. És itt jön Searle csavarja. Felteszi a mindent eldöntő kérdést. Van bárki vagy bármi a szobában, ami valóban ért kínaiul? A bent ülő személy biztosan nem. A szabálykönyv sem, hiszen az csak egy halom papír angol utasításokkal. A szimbólumkészlet sem. Searle konklúziója az, hogy a rendszer egésze sem ért kínaiul. A rendszer csupán a megértést szimulálja, méghozzá tökéletesen, de a valódi mentális állapot, a tudatosság, a jelentés felfogása teljesen hiányzik belőle. Megkülönbözteti a szintaxist és a szemantikát. A szintaxis a szabályok összessége, a szimbólumok formális manipulálása. Ebben a szoba rendszere tökéletes. A szemantika ezzel szemben a jelentés, a megértés. És ez az, ami Searle szerint a rendszerből teljesen hiányzik. A kínai szobaérvelés egyenesen arcon csapja az erős mesterséges intelligencia elméletét, amely szerint egy elég fejlett számítógép a megfelelő programmal maga is egy elme lehet, ami gondolkodik és megért. Searle szerint ez lehetetlen, mert a számítógépek, akár csak a személy a szobában, mindig csak a szintaxissal fognak foglalkozni, soha nem jutnak el a szemantikáig. És most ugorjunk 45 évet a jelenbe. Itt állunk a generatív mesterséges intelligencia forradalmának közepén. Szöveget íratunk velük, kérdésekre válaszolnak, képeket generálnak. A teljesítményük lenyűgöző. Olyan emberi és intelligens válaszokat adnak, hogy hajlamosak vagyunk azt hinni, valóban értenek minket. De vajon nem pontosan ugyanazt a játékot játsszuk velük, mint a kínai anyanyelvűek a szobával? A mai nagy nyelvi modellek óriási adathalmazokon tanulnak.
az internet szövegének jelentős részét feldolgozták, és ebből statisztikai mintázatokat vontak ki. Amikor felteszünk egy kérdést, a modell nem érti a kérdés jelentését. Helyette a betanult mintázatok alapján kiszámolja, hogy statisztikailag melyik szó a legvalószínűbb következő szó a válaszban. Majd a következő és a következő. Ez egy elképesztően összetett és kifinomult szintaktikai művelet, egy gigantikus szimbólumtologatás. A modell tökéletesen ismeri a nyelv szabályait, a szavak egymáshoz való viszonyát. De vajon érti-e, hogy mit jelent az a szó, hogy szerelem, igazság vagy fájdalom? Searle érvelése szerint nem. Ezek a rendszerek a kínai szoba modern, digitális megtestesülései. Ez elvezet minket a jövő legnagyobb kérdéséhez. Létrehozható-e valaha olyan szuperintelligencia, amely áttöri a szintaxis és a szemantika közötti falat? Képes lesz-e egy gép valódi megértésre, tudatosságra? Searle szerint a jelenlegi számítástechnikai alapokon ez kizárt. De mi van, ha a megközelítés a hibás? Sok kutató és filozófus úgy véli, hogy a megértéshez nem elég a puszta adatfeldolgozás. Ahhoz, hogy egy rendszer megértse a pohár szó jelentését, nem elég, ha elolvassa az összes szöveget, amiben a pohár szó szerepel. Talán szüksége van arra, hogy legyen teste, legyenek érzékszervei. Meg kell tapasztalnia, milyen megfogni egy poharat, milyen felemelni, milyen érezni a hideg vizet benne, és milyen látni, ahogy összetörik, ha leesik. Ezt hívják a megtestesült kogníció elméletének. Eszerint a jelentés a fizikai világgal való interakciókból fakad. Egy szimbólum, mint a pohár, nem egy másik szimbólumhoz kapcsolódik egy adatbázisban, hanem egy valós, fizikai tapasztalathoz. Lehet, hogy a jövő mesterséges intelligenciájának nem csak nagyobb processzorokra és több adatra, hanem robottestekre, kamerákra, szenzorokra és a valós világban szerzett tapasztalatokra lesz szüksége ahhoz, hogy a kínai szobából kilépve valóban megértse a kínait. John Searle halála egy korszak végét jelenti a filozófiában, de a kérdései talán soha nem voltak égetőbbek. Miközben egyre lenyűgözőbb mesterséges intelligenciákat építünk, az ő gondolatai arra emlékeztetnek minket, hogy a szintaxis csillogása mögött keressük a szemantika valódi tüzét. Köszönjük, hogy velünk tartottatok a Tech Percek mai adásában. Ha tetszett ez a gondolatébresztő utazás, a filozófia és a mesterséges intelligencia határvidékén, kérlek nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel a csatornára, ha még nem tettétek meg. Különösen kíváncsiak vagyunk a ti véleményetekre. Írjátok meg kommentben, hogy szerintetek a mai mesterséges intelligencia modellek tényleg csak szimbólumokat manipulálnak, vagy már felfedezhető bennük valamiféle kezdetleges megértés. Mit gondoltok, mi lenne a legfontosabb lépés ahhoz, hogy egy gép valódi tudatra ébredjen? Volt már olyan beszélgetésetek egy mesterséges intelligenciával, ami után komolyan elgondolkodtatok azon, hogy vajon érti is, amit ír, vagy csak előre programozott válaszokat ad? Várjuk a hozzászólásaitokat!